Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceán túlról részvőket is. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. A Problem Prevention Holding, röviden a PPH, Hunortrade részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös rendezvényén. Barta Tusek Nébolya vagyok. Barta Tusek János vagyok, PPH igazgató, házas pár vagyunk a PPH-ban. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket. Remélem nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. A PPH előtti első foglalkozásom az vasesztergályos volt. Mára viszont ettől eléggé messze kerültem, nem is gondoltam volna. PPH tanulói szervezés lett a fő tevékenységünk a párommal együtt. Gyuláról jöttünk, családi helyzetem mellettem áll a feleségem, és van egy kislányunk. Azért kezdtem a Nyílt Akadémiánál tanulni, mert valami komplexre vágytam, ami megoldást találhat nekem arra, ami az életemben pedig nem sikerült, vagy ilyen félrecsúszott megoldások lettek belőle, vagy vihart kavart körülöttünk. Erre szerettem volna több megoldást találni, jobb megoldásokat, így találtam rá Szedlacsik Miklósra. Meg talán ezt is lehet mondani, sokan nem is tudják, hova jönnek, mert úgy találsz rá Szedlacsik Miklós, hogy nem is tudod, hogy mit találtál. Ez pár hónappal a PPH-ban tanulás után derül ki, hogy hova kerültél, hogy mit tudsz itt tanulni, és milyen lehetőségeid vannak. És hát szerintem ez óriási lehetőség, amit felkínálkozik azelőtt, aki most éppen engem néz, vagy felvételről fog minket nézni. Nekem a PPH előtti foglalkozásom, igazából a civil foglalkozásom, én kereskedelmit végeztem. Aztán volt egy családi vállalkozás. És most már a fő tevékenységünk, mint ahogy elmondta a párom, a PPH-ban vagyunk, mint szervezők. Gyuláról érkeztem, házasságban élünk. Én azért kezdtem el a Nyílt Akadémiánál tanulni, mert igazából először a párom kezdte el. Hamarabb nagyon sok fele voltunk, és én mindig kerestem azt, hogy ne csak mindig az legyen, hogy nagyon sok helyen pozitív gondolkozás, gondolkodj pozitívan, lásd pozitívan a dolgokat. De ez számomra nagyon kevés volt. Tehát hiába próbáltam én pozitívan programozni, gondolkozni, de nem volt hozzá módszer, amivel valóban azokat a programokat, ami bennünk működik, ami által nagyon sok gát van, amiatt gát van az életünkben, hogy ezt hogy tudom valóban helyrehozni, hogy az engem ne gátoljon az életben. Tehát olyan módszereket. És mivel hogy a párom hamarabb elkezdte a tanulást, nekem nem csak az első részt volt lehetőségem hallgatni, a díjmentest, hanem a második részbe is bele tudtam ezáltal hallgatni. És azt láttam, hogy itt olyan módszereket kapunk, amit be tudtam építeni az életembe. Tehát itt nem olyan, hogy most tehát ilyen fantasztikus, szuper, elvitt, olyan, tehát mi előtte, mint ahogy mondtam, voltunk nagyon sok képzésen, és olyan állapotba vitt el minket, ahogy az életünk tényleg romokba hevelt, mint a párkapcsolatunk, mind a többi, ami az életünkben benne van. Tehát itt olyan módszereket kaptam, és kapunk, amit be tudok építeni az életemben, és működik. Mivel, hogy mi most itt vagyunk egyelőre még a Földön, tehát olyan dolgok kellenek, ami nem ilyen misztikus, hanem valóban működő dolgok. Majdnem azt lehet mondani, hogy kezelési utasítás kell a helyzetek kezelésére. Így van. Kezelési utasítást kaptunk egymáshoz. Így van, így van. Tehát itt valóban megkapjuk azokat a hogy is mondja, élettörvényeket, ami nélkül nem tudunk működni. Nem tudunk. És a másik nekem pedig az volt, ami nagyon megfogott, a Szedlacsik Miklós, aki valóban egy olyan mester, aki amit tanít, ő úgy él. Tehát mi, amikor elkezdtük a PPH-t, a Nyílt Akadémiánál tanulni, akkor kerestük főleg úgy a párom, hogy a hibákat. Egyszerűen úgy fel van építve, úgy össze van rakva ez itt a rendszer, hogy nem találsz hibát benne. Amit találsz hibát, az a kifogásaid. Én már utólag rájöttem. Úgyhogy én olyan lehetőséget kaptam itt a Nyílt Akadémiánál, amit sehol máshol.
A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Az előadónk egy olyan vezető, akinek a tudás és képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy még miben egyedülálló a mi vezetőnk, arra jutunk, hogy vezetésével négy területen élt a szervezetünk piacvezető pozíciót, úgyhogy azokból kettő teljesen ellentétes indítatású tevékenység volt. A vezetőnk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. A vezetőnk küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkócsot, hogy jön és tartsa meg a mai képzést. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világgal, világhelyzettel, emberiség helyzetével? PPH-n belül jó. Na nézzük akkor, hogy mivel is foglalkozunk. Tudást juttatunk el az emberekhez, tehát olyan tudást, házigazdák erről már valamennyit beszéltek, tehát olyan tudást, amit a mindennapokban lehet hasznosítani. És a tudás révén, ha az ember használja a tudást, akkor ugye tapasztalatot szerez, és a tudás plusz tapasztalat együtt, az létrehoz az emberben képességeket. De ugye a képességeket akkor tudja az ember kifejleszteni, hogy van, ha van kellő gyakorlási lehetőség. Tehát hiába van egy olyan szemébe, aki akár vele született valamilyen szintű képessége van, hogyha azt a képességét nem gyakorolja, akkor az a képesség az szépen ellaposodik. Tehát ez a tudás, a képesség, a gyakorlási lehetőség hozzájuttatja az embert az élet és emberismerethez, ami nagyon fontos lenne, hogy az ember ismerje az élet és az ember működését. Ezáltal az ember képessé válik az élethelyzeteinek a helyes kezelésére, a problémáik megoldására. Hát kérdezném, hogy vajon fontos-e az ember életében az, hogy az élethelyzeteit helyesen kezelje? Hogy a problémáit képes legyen megoldani. Vajon fontos-e? Vagy fontos lenne? Hogy megelőzzön problémákat. Vajon az fontos lenne? Hogy képes legyen egy ember mondjuk a célok elérésére, az fontos lenne? És hogyha az embernek van egy tudása, meg van a képessége is, mert gyakorolt, akkor képessé válik arra, hogy ezt a tudást átadja másnak is. Sőt, ugye, hogy segítse őket, hogy gyakorolni is tudjanak. És ez létrehozhat egy olyan fajta működést, ahol az emberek és az élet elkezd jobban működni, és ennek van egy célja, hogy az ember jobban működjön, az a szellemi fejlődés, aminek a betetőzése a lelki fejlődés. Tehát az emberek szellemileg és lelkileg fejlődnek, akkor képessé válnak szeretetben, békében és boldogságban együttműködve élni azért, hogy a Földön egy másfajta társadalmi forma legyen, mint ami jelenleg van. Ezt a másfajta társadalmi formát, ugye szintén említették a házigazdák, úgy hívják, hogy elnyomásmentes aranykor.
Most egy nagyon érdekes világban élünk, ha megnézitek. Ugye éltünk mi már diktatúrában, ugye a 90-es évek előtt, éltünk már demokráciában, vagy úgynevezett demokráciában, és létezik olyan, hogy liberalizmus. Hát ugye a liberalizmus az a lazaság, ahol a szabályok azok nem nagyon úgy működnek, ahogy kellenének, tehát, de ha megnézitek, egy nagyon érdekes jelenlegi társadalmi forma van, ahol a, ezt úgy mondhatnánk, hogy demokratikus, diktatórikus liberalizmus. Tehát még egyszer csak, hogy demokratikus, diktatórikus liberalizmus, ha ezt az első betűjeit összeolvasod, az első két betűit, akkor dedili. Tehát de az a demokratikus, a diktatórikus az a di, és a liberalizmus az meg a li. És így együtt ez dedilizmus. Ha jobban megnézed, tehát egy ilyen dedili társadalom van. De szó szerint. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy teljesen diktatórikus, nem mondhatjuk azt, hogy teljesen demokratikus, de azt sem mondhatjuk, hogy teljesen liberalizmus. Ennek az elegye. Tehát ha valaki azt mondja, hogy most diktatúrába él, akkor nem mond igazat. Ha azt mondja, hogy demokratizmusba él, abban sem mond igazat. De azt mondja, hogy liberalizmus van, az sem az igazság. Tehát ez mind ilyen a harmadigazságok csak, szó szerint. Tehát ennek az ötvözete van, de hát ez nem más, mint a dedili. Hát amikor úgy megfogalmazódott bennem ez a három, hát mondom, ez érthető, magyarra fordítható ez az egész, mert a dedili, azt tudjuk mi. Szoktuk is mondani, hogy dedili ez az ember. Na hát most mondhatjuk azt, hogy a mi társadalmi formánk itt Európában az a dedili, ez a társadalmi forma. Na nézzük akkor, hogy egy kis képzés ezzel kapcsolatban, hogy nem az anyagiak halmozása az életünk célja. Az emberek azt hiszik, hogy az anyagiak halmozása az élet célja. Pedig nem az. Hanem a lelki fejlődés. Tehát mindnyájan azért születtünk, hogy lelkileg fejlődjünk. Tehát leszületésünk előtti létközi állapotban mindannyian bevállaltuk, hogy 35 éves korunk környékén elindulunk a szellemi fejlődés útján, hogy a lelki fejlődésünk megvalósuljon. Tehát mindnyájan, aki erre a bolygóra született, azért született, hogy egy lelki fejlődésen menjen keresztül, tehát egy lelki szintre született. Ezt, hogy ki milyen lelki szintre született, ezt meg lehet állapítani egyébként, ezt tanítom is a képzéseinkben, nyilván nem a díjmentesben. És ennek a lelki fejlődésnek végbe kellene mennie minden ember esetében. Na most sok ember sajnos úgy van, hogy nem hogy fejlődik ahhoz képest, ami a lelki szintre leszületett, hanem még inkább visszafejlődik. Na most ennek viszont súlyos következménye van. Tehát az előző életed következmény, tehát a következmény, amit az előző életedben csináltál, annak a következménye gyakorlatilag a jelenlegi életed. Akármilyen hihetetlen. Ez nagyon egyszerű dolog, ez úgy működik, hogy volt egy előző életed, ott csináltál dolgokat, vagy nem csináltál, csináltál jót, rosszat, ugye ennek volt valamilyen aránya természetesen az életedben, utána meghaltál, lett egy létközi állapot, ahol visszanézted a saját életedet,
megnézted, hogy mit csináltál jól, nem a tested nézte meg, hanem a lelked. Tehát megnézted, hogy mit csináltál jól, de nagyon jó, mert úgy nézted meg, úgy nézhetted meg, hogy testen kívüli állapotban, lélekként, és ha lélekként nézre az ember valamire, akkor nincs olyan, hogy ego, az ego az a testhez kapcsolódik, de mivel nincs test, ezért nem kapcsolódik hozzá a testhez tartozó ego. Ezért az ember egómentesen, mármint a lelkünk, az egómentesen tudta visszanézni az előző életét. Ezáltal meg tudta könnyedén állapítani, meg tudtad állapítani, hogy mit csináltál rosszul, mit csináltál jól, majd lehet, hogy egy hosszabb létközi állapotban voltál, ez átlagosan a múlt században még 13 év volt, most már ennél kevesebb, és utána elérték nálad, hogy akarj újra születni, a lelked ugye újra beköltözzön egy testbe, de ehhez kiválasztottál egy olyan családot, hogy azt, amit az előző életedben hibáztál, azokat a hibákat ebben az életedben is elkövesd. Mert csak akkor tud az ember tanulni a hibázásából, hát hogyha azt a hibázást elköveti. Ezáltal beszülettél, kiválasztottatok egy olyan családot, azért mondom többes számban, mert ebben nem csak egyedül vettél részt, hanem más felsőbbrendű lénnyel is ezt megcsináltad, és az azt jelenti, hogy fogtad és kiválasztottál egy olyan családot, olyan szülőkkel, akik által olyanná váltál, aki elköveti azokat a hibákat, amit ebben az életedben ki kellene javítanod, amit a múlt életedben nem javítottál ki. És ezek a szülők meg is csinálták azt, ezért nem is lehetett így újra születni, mert ugye ki kellett válogatni azokból a családokból ugye egyet, aki létrehozza majd neked azokat a tulajdonságokat, ami által fogod követni ebben az életedben a hibázásokat. Mert ugye könnyű azt mondani, hogy az okos ember az a más kárán tanul. Csak hány ilyen embert láttok? Mert sajnos az emberek nem a saját, nem más kárán tanulnak jellemzően, hanem a saját kárukon tanulnak jellemzően. És nagyon sokan még azon se természetesen. Tehát a saját kárunkon tanulás az egyébként egy rákényszerítés is. Tehát ami azt jelenti, hogy rákényszerülsz maga, amiatt a hibázás miatt rákényszerülsz arra, hogy azt kijavítsd. Miért? Mert ha nem javítod ki, akkor figyeld meg az életedben ugyanazt a problémát, lehet, hogy egy kicsit más formában, de mindig visszakapod. Tehát addig, míg nem tanulod meg egy problémának a kijavítását, úgy, hogy elérd azt, hogy az a probléma számodra ne legyen probléma, mert simán így megoldod, addig azt a problémát mindig megkapod az életedben. És ez egy furcsaság, mert ez azt jelenti, hogy ha visszanézed az előző életeidet, és amit ebben az életedben eddig nem oldottál meg, az tudti, hogy ott volt az előző életedben, és mivel akkor sem oldottad meg, ott volt az előtti életedben, stb. Stb. De én nem javaslom senkinek, hogy nézegesse az előző életeit, mert abból olyan információkat fogsz kapni, ami piszkosul le fog húzni. És ezáltal ugye bőven elég az, hogyha az ember tud olyan dolgokat, hogy hogyan nézze rá a jelenlegi saját életére, és hogy annak alapján, amit lát a múlttal kapcsolatosan, mert már van tudása, akkor kijavítsa az összes olyan hibázást,
és az összes olyan problémát, amit a hibázásból létrehoz, amit azért tudott létrehozni, mert olyan családba született be, ahol olyan szülők nevelték őt, vagy ha nem szülők, akkor olyan emberek nevelték őt, akik ugyanazokat a hibákat elkövették, amit te most hibázol. És ezáltal az ember, ha nincs tudása, akkor hibát hibára halmoz, ha van tudása, akkor képessé válik arra, hogy az összes hibázást, amit az életedben elkövettél, azt a jövőben, ha mégis találkozol olyan hibával, olyan problémával, akkor simán kezeld, és ha az ember kezeli a problémákat, akkor onnantól kezdve már nem kap olyan jellegű problémákat. Ebből is látni, hogy a problémákat az embernek szervezik. Szervezik. Kik szervezik? Nem más emberek szervezik, bár azok is tudnak szervezni problémákat, ugye meggyőzhetünk róla. Meggyőződhetünk róla, de jellemzően nem, hanem olyan lények, akiket úgy hívnak, hogy a Földön olyan szellemlények, akiket úgy hívnak, hogy angyalok. Angyalok, azok szervezik azokat a dolgokat az életedben, amit neked meg kell élned. Oké? Csak gondold végig, azért milyen jó lenne, hogyha már ott tartanál, hogy ne rossz dolgokat kelljen szervezni neked az életedben, hogy megélj rossz dolgokat, hanem nekik jó dolgokat kellene már szervezniük. Mert ez sajnos úgy működik, hogy addig, míg nem tanulod meg, hogy az életedben mit, hogyan kellene kezelni, az élethelyzeteidet hogyan kellene kezelni, sőt, ha már elrontottál élethelyzeteket, arra is kapsz lehetőséget, hogy azt kompenzáld, ha már annál az illetőnél nem tudod kijavítani azt, amit elrontottál. És ha az ember ugye kompenzálni szeretne, tehát magyarul ki szeretné javítani a hibázásait, de már mondom még egyszer, nem tudja azoknál a személyeknél kijavítani, akkor a kompenzáció azt jelenti, hogy más személyek tanítása által tudod kompenzálni az összes olyan dolgot, amit megéltél, de már tudod, hogy hogy kell kezelni, és tudod azt is, hogy mi a megoldás avval, és tudod tanítani az embereknek, hogy mint módszert használva megoldják azt a elé táruló problémát. Tehát lényeg az, hogy egy olyan világban élünk, ahol akármilyen hihetetlen, 35 éves korra mindenkinek el kellene indulni a szellemi fejlődés terén. A szellemi fejlődés az azt jelenti, hogy ember és élet ismeret tudása. Ez jelenti a szellemi fejlődés. Tehát ember és élet ismeret tudása. Tehát hogy működik az ember, és hogy működik az élet, beleértve saját magadat is. Ha az ember szellemileg fejlődik, tehát gyarapítja az ilyen jellegű ismereteit, hogy hogy működik az élet és hogy működik az ember, akkor tud elindulni egy lelki fejlődés útján. És az a baj, hogy minél inkább eltérül valaki ettől az úttól, tehát nem indul el 35 éves kor környékén a szellemi fejlődés útján, és ezáltal ugye egy ember nem indul el a szellemi fejlődés útján, akkor nem tud lelki fejlődést elérni, ezt azért hozzátenném, és ha eltérül ettől az úttól, minél inkább eltérül,
annál kevésbé éli az az adott illető boldogan az életét. Világos ez? Minél inkább arra az útra lépünk, hogy szellemileg fejlődjünk, és gondoskodjunk a saját lelki fejlődésünkről, majd erről mindjárt beszélek, annál inkább tudja az ember boldogan élni az életét. Honnan tudod ezt? Én 87 óta foglalkozok emberekkel, 91-től szervezek embereket, azóta van saját csapatom. 93-tól tanítok, vezetek embereket. Azóta folyamatosan. És ugye több százezer ember vett igénybe valamilyen szolgáltatást az én vezetésem alatt. És több tízezer emberrel dolgoztam együtt, közvetett és közvetlen módon. Ennek alapján ugye elég sok mindent tapasztaltam. És látom azt, hogy ettől függ, hogy valaki lelkileg fejlődik, attól függ, hogy szerezze olyan ismereteket, ami az ember és az élettel kapcsolatosan, hogy jól bánjon önmagával, másokkal, stb. Stb. Erről is fogok mindjárt beszélni. Vagy nem. Ha nem szerez, nem tud lelkileg fejlődni. Azt hiszik például a vallásosok, hogy ők nekik van egy vallásuk, de fogalmuk nincs, hogy kell bánni az emberrel, fogalmuk nincs, hogy kell bánni az élettel, és azt hiszik azért, mert ők vallásosok, és mondjuk járnak templomba, vagy járnak bizonyos szertartásokra, mert nem feltétlenül templomban vannak csak szertartások, azáltal ő lelkileg fejlődik. Hát a nagy túrót fejlődik. Oké? Tehát ahhoz, hogy az ember fejlődjön, ahhoz van egy alapismeret. Az alapismeret pedig az ember és az élet működése. Ez csak egy kis részben tartozik hozzá, maga a test működése. Tehát, mert a test működése az egy jóval egyszerűbb dolog, mint például az érzelmi működésünk, vagy például a tudatosságunknak a működése. Ez jóval bonyolultabb. Szóval lényeg az, hogy lehet azt csinálni, amit eddig az életedben, semmi gond, de ha az nem a lelki fejlődésedet támogatja, segíti, akkor ne csodálkozz, hogy az életedben nem vagy boldog. Tehát én mondom még egyszer, azt tapasztaltam az embereknél, tehát nem csak magamnál, hogy azok, akik szellemileg fejlődnek, és azok, akik lelkileg is fejlődnek, azok egyre boldogabban tudják élni az életüket. Oké? És akkor haladjunk tovább. Azt kellene mindannyiunknak megérteni, hogy az anyagot nem visszük magunkkal a halálunk után. Viszont a lelki fejlődésünket tovább visszük. Ami azt jelenti, hogy ha egy magasabb lelki szinten hagyod el a földi létet, tehát ezt a testet, akkor egy magasabb lelki szintre születsz a következő életedben. Világos ez? De akármennyi anyagot felhalmozhatsz, a következő életedre nem viszed tovább. Oké? Tehát ugye azt érdemes tudni, hogy mikor az ember meghal, ugye egy létközi állapotba kerül, és mielőtt megszületik, akkor törlik ki az előző életnek a tudását. És tiszta lappal indulunk tudás szempontjából. És ugye beszületünk egy
lélekszinttel egy családba. Nyilvánvaló, hogy olyan családba fogsz beszületni, amilyen lelki szinten elhagytad az előző életedet, olyan lelki szintű szüleidhez születsz. A párok általában úgy találják meg egymást, úgy rakják össze a párkapcsolatokat, akármilyen hihetetlen, azt is összerakják. A párkapcsolatokat úgy rakják össze, hogy azonos lelki szinten vannak, mikor összekerülnek. És nagy valószínűséggel, amikor megszülettél, a szüleid még akkor is azonos lelki szinten voltak. És az meg 100%-ban biztos, hogy te meg olyan lelki szinten születtél, mint amilyen lelki szinten akkor a szüleid voltak. Világos ez? Na most, ez azt jelenti, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy az előző életében ki milyen lelki szinten hagyta el, távozott el a testéből. Egyáltalán nem mindegy. Mert olyan lelki szintre született. Na most, ha valaki olyan családba született, ahol hát elég nagy gázok voltak, főleg érzelmi szinten, hát ne csodálkozzon, hogy ő oda született. Miért nem tettél többet az előző életedben a saját lelki fejlődésédet? Ilyen egyszerű. Oké? De semmi gond, mert ebben az életedben tehetsz. De ezt el lehet utasítani, mert hát szabad akarat van. De nem én fogok szenvedni, hanem te. Világos ez? Én járom az utamat, amit nekem járni kell, én csinálom azt, amit nekem csinálni kell, én pontosan tudom, hogy nekem milyen utat kell bejárni, és bárki megtudhatja azt, hogy neki milyen utat kell bejárni. Bárki. Hol? Itt nálunk. Oké? Pont most van egy ilyen fajta képzésünk, ahol az ember megismerheti azt a küldetést, amiért ide leszületett. Oké? És azt is, hogy azt hogy tudja megvalósítani. Jó? Na nézzük tovább. Az emberi életet úgy alakították ki, hogy csak az lehessen boldog, aki a lelki fejlődésén dolgozik. Oké? És én ezt látom bizony. És visszanézve az embereket, az embereken is látom. Tehát nem csak a jelenben látom, hanem bizony a múltban is látom. Tehát kialakították. Ezen a bolygón semmi nem véletlenül van. Semmi. Itt az embereknek minden meg van szervezve. Minden. Még egy lottó ötös sem véletlenül kapja az a személy, aki a lottó ötöst megnyeri. Még az sem véletlenül történik. Oké? Tehát úgy alakították ki, hogy csak az lehessen boldog, aki a lelki fejlődésen dolgozik. Te azt gondolod, hogy az anyaga minden. Nem az anyaga minden. A legtöbb ember itt a nyugati társadalomban azt gondolja, hogy az anyag a minden. Tehát minél több anyag, annál nagyobb boldogság. Csak ez nem így működik. Sőt, minél több az anyag, annál nagyobb a boldogtalanság. Tudod miért? Nagyon egyszerű oka van. Mert minél több anyagiakkal rendelkezel, annál nagyobb a vesztenivalód. És ezáltal annál nagyobb a félelmed, hogy azt elveszítsd. Érted? Vagy elveszíted. Persze egy minimális szükséglet, az mindenkinek kell, vagy kellene. Ami ahhoz kell, hogy ne szenvedj hiányt. Érted? Ennyi. Azon felül minden olyan, ami felhalmozás, az csak bosszúságot okoz. Oké?
coachképzéseink által elindulhatsz a szellemi fejlődés útján, és képes leszel helyesen bánni minden életterületeddel. Ezek az életterületek önmagad, a párod, szüleid, gyerekeid, mások, tehát más emberek, munkád, pénzed, környezeted, hatóságok, Istened. Tehát van 10 életterület, ami, ha tanulja az ember, akkor létrehoz egy szellemi fejlődést. Oké? Mert nem tud valaki lelkileg fejlődni, tehát ugye tudjátok, hogy a lelki fejlődéshez kell a szellemi fejlődés. De nem tud valaki lelkileg fejlődni, aki állandóan problémákkal küzd. És a problémák bizony ezeken a területeken jelentkeznek. És ha az ember küzd bármelyik területen, vagy akár több területen is problémákkal, akkor nincs lelki fejlődés. Tehát lelki fejlődés épp elmével lehet. Tehát épp elmével. Ami azt jelenti, hogyha egy ember állandóan a problémáival küzd, az nem épp elmélyűség. Oké? Az sajnos egy olyan fajta működés, ahol az ember nem tud úgy gondolkodni, ahogy gondolkodnia kellene. Jó? És ezért még több és még több problémája tud akár lennie. Na nézzük a lelki fejlődés szintjeit. Van 7 szint, és a legelső a túlélés szintje, a második a biztonság szintje. Ez a teljes olyan működés, ahol abszolút az anyag mozgatja az illetőt. Tehát teljes testi vezérlés működik. Lelki vezérlés az gyakorlatilag nulla, főleg az egyes szinten. Ha megnézed, a társadalom nagy része ezen a 2 szinten van jelenleg. Nagyon nagy része. A fölött van a valahova tartozás. Amikor az ember elindul és keres valami olyan dolgot, ahol egy közösségben lehet. A közösség azt jelenti, nem virtuális közösségről van szó, ahol találkozhatsz hasonszörű emberekkel. Oké? Tehát nem egy virtuális közösség, ahol virtuálisan találkozhatsz. Nem. Ahol személyesen találkozhatsz olyan emberekkel, akik hasonló gondolkodásúak, mint te, és ezáltal jól tudod magad velük érezni. Ehhez kevés a baráti kör, jó? Tehát ha neked vannak barátaid, az nem ide tartozik, oké? Szóval a lényeg az, hogy aki elindul innen és följebb lép, hát eleve a valahova tartozásnál, a valahova tartozásnál már kell egy olyan szellemi fejlettség, hogy az ember képes az együttműködésre valamilyen szinten. Érted? Tehát minden közösségben van valamilyen szintű együttműködés. Mint például most az egy együttműködés, hogy nem szóltok bele az én előadásomba. Világos ez? Tehát bármilyen közösségben ez van. És az az igazi közösség, amelyik egy cél felé tart. Tehát van egy olyan célja, amivel azonosulni tudnak a közösségnek a tagjai. Nálunk ez a 2035-re létre kell hozni bolygó szinten az aranykort. Oké?
Az aranykor az egy elnyomásmentes társadalmi forma, nem ez a dedili, oké? És egy olyan forma, ahol az emberek önállóan képesek tevékenykedni, és nincs szükségük központi irányításra. És nincs szükségük olyan fajta vezetői működtetésre, mint ami most van. Tehát magyarul nincs szükség arra, hogy megmondják, hogy mit csinálj. Ez úgy fog működni az aranykorba, hogy az emberek összeülnek, és megbeszélik azt, tehát egy hierarchikus felépítés lesz, az lesz, és megbeszélik azt, akik a hierarchiában egy szinten vannak, megbeszélik azt, hogy mit csinálnak közösen, és mindenki onnantól kezdve teszi a dolgát. Érted? És nem kell felügyelni, hogy na most te nem dolgozol, ezért nem kapsz ennyi fizetést. Érted? Hát eleve nem lesz olyan, hogy fizetés. Érted? Tehát nem lesz szükség a pénzre, de még a virtuális pénzre sem. Oké? Tehát pontosan tudom, hogy milyennek kellene lenni az arany, vagy milyen lesz az aranykor, oké? Mert ezt elmondták nekem fentről. Szóval lényeg az, hogy a valahova tartozásnál elindul az ember egy olyan fajta közösségi együttműködésbe, ami már egy kicsit első lépés arra, hogy az ember képes legyen a feltétel nélküli szeretetben történő együttműködésre. Na most, de van egy következő lelki szint, az a negyedik lelki szint, az az elismerés szintje. Ami annyit jelent, hogy ha nincs valahova tartozás, nem tudod megvalósítani azt, hogy elismeréseket adj embereknek, és elismeréseket kapj emberektől rendszeresen. Márpedig az embernek nagyon fontos, hogy adhasson és kaphasson elismerést. Oké? És ez akármilyen hihetetlen, nem úgy működik, hogy kapok, adok, hanem adok, kapok. Oké? Akkor, ha megnézzük, ahhoz tehát, hogy ez az elismerés működjön, kell a valahova tartozás, de hát kinek ad az ember elismerést? Hát csak olyan embereknek, akikkel te személyesen, valamilyen szinten együttműködsz. És ők együttműködnek veled. Na most ez akkor valósulhat meg, hogyha neked a nagy csapaton belül van saját csapatod. Világos ez? Ha nincs saját csapatod, nem tudsz följutni a négyes lelki szintre. Ez van. Nézzük az ötös lelki szintet. Az ötös lelki szint azt jelenti, önmegvalósítás, hogy képes vagy arra, hogy amit tudsz, azt tanítsd másoknak. Érted? Tehát nem csak elismerést adsz, nem csak elismerést kapsz, hanem tanítsd az embereket. Megint ugye ehhez, hogy taníts embereket, hát kell, hogy tartozzál valahova. És kell az is, hogy legyen saját csapatod. Mert azok fogják elfogadni. Oké? Mit? A tanításodat. Kik? A saját, akikkel együtt működsz, azok fogják elfogadni. Világos ez? És ha ez is megvan, na akkor jön a küldetés szint, az kell az aranykorba jutáshoz. A küldetés szintnél már azt tanulják az emberek, megint nem működik se a hármas, se a négyes, se az ötös nélkül, tehát nem működik a saját csapat nélkül, hogy képes legyen az ember a feltétel nélküli együttműködésre. Érted?
az önzetlen együttműködésre. Hát nézd meg, ma az emberek 99,9%-a valamilyen érdekből működik együtt. Oké? Nem önzetlenül. Érdekből. És miért kell ez? Azért, mert nézd oda, ha bekerül az aranykorba az ember, akkor fogunk csak igazán tanulni, mert akkor már nagyon sok időd lesz a tanulásra, mert mindössze 2-3 órányi tevékenységgel bőven a szükségleteidet tudod teljesíteni. Érted? Bőven. Tehát ami azt jelenti, hogy semmiben nem fogsz szenvedni szükséget. Tehát tudod teljesíteni napi 2-3 órában, ezt egyébként most is meg lehetne csinálni, csak úgy mondom, mert körülbelül annyi az elvonás, hogy a munkaidődnek a 70%-át legalább nem magadnak dolgozol. Oké? Hanem valaki másnak, tehát a munkaadódnak, az államnak, stb. Stb. Jó? Maradjunk ennyibe. Szóval lényeg az, hogy nem lesz szükség arra, hogy az ember 8 órát, meg még annál is többet dolgozzon. És tanulhat bőven, ami ahhoz kell, hogy képes legyen egy olyan szinten működni, ami eredményezi a magasabb létformába visszakerülést. Most, amiben vagyunk, az egy bolygószintű börtön. Szó szerint. De ez igazából nem börtönnek nevezném, hanem olyannak nevezném, mint az óvodát. Az óvoda milyen? Olyan, hogy egy meghatározott területen belül vannak elhelyezve a gyerekek. Ha ez egy olyan terület, ahol udvar is van, akkor a kerítésen túl már nem mehetnek. Az épületből is akkor léphetnek ki, ha többiek is kilépnek. Oké? Tehát magyarul, ha arra a gyerek engedélyt kap. De arra nem kapnak engedélyt, hogy a kerítésen kívül kilépjenek. Na ugyanez van mi nálunk a bolygón, ha megnézed. A bolygón itt lehetünk, mint egy óvodába, érted? Még ki is léphetünk a épületen kívül, de már például a Holdra nem mehetünk föl. Érted? Tehát lényeg az, hogy egy meghatározott térben vagyunk, ami annyit jelent, hogy egy börtön. De mondom, jó esetben egy óvoda. Érted? És a fenti létformában pedig ez tudod, hogy működik? Úgy, hogy a térben mind lelki szintű lény, tehát ami azt jelenti, hogy lélek szinten működő lény, oda mész, ahova akarsz. Nyilván nem fogsz oda menni, főleg nem mész mondjuk ellenséges területre, mert a világegyetemben ilyenek is vannak. De azon belül, ami nem ellenséges terület, oda mész lélekként, ahova akarsz. Méghozzá egy pillanat műve alatt. Ha testet akarsz ölteni, akkor már nehezebb a közlekedés, mert ahhoz szükséges olyan hordozóeszköz, ami továbbítja a testedet a térben. Oké? De lélekként oda mész, ahova akarsz. Ezáltal például itt, ha az embereknek tanítanák azt, hogy hogyan kell a testükből kilépni, az lenne vele a legnagyobb probléma, hogy a legtöbb ember nem akarna visszalépni. Érted? Tehát nem akarna visszalépni a testébe. Ugyanis a léleknek nincs szüksége oxigénre, nincs szüksége vízre, táplálékra, nem számít, hogy hideg van vagy meleg van,
Nem számít, hogy mennyire hideg van, vagy mennyire meleg van. Nincs olyan, hogy bármin ne tudj átmenni. Tehát nincs olyan, hogy egy anyagon ne tudnál átmenni. Érted? Most gondold végig, ahhoz képest, ahogy most vagy a testedben, ahhoz képest ez mekkora különbség? Ha mondom, most ha tanítanák az embereknek azt, hogy hogyan lépjenek ki a testükből, a legtöbb nem akarna visszalépni. Ami azt jelenti, hogy mit csinálna a test? Addig kómában lenne. Érted? De a kómában nem sokáig lehet lenni mesterséges életben tartás nélkül. Tehát ezért ugye nincs is tanítva. Na szóval lényeg az, hogy mi jöttünk valahonnan egy magasabb létformában, mint lelkek, de itt ragadtunk. Nem mindenki ragadt itt. Én nem akarok, Irmuskám, kapcsold ki a mikrofonodat. Köszönöm szépen. Én nem akarok itt ragadni. Nem is fogok itt ragadni. Oké? És sok-sok embert akarok magammal vinni. A magasabb létformába. Mert én onnan jöttem. Oké? Az előző életemből onnan jöttem. És azért vagyunk, hogy azt a tudást, amit én kapok, azt átadjuk az emberiségnek. Oké? Tehát lényeg az, hogy a hatodik lelki szintre az juthat fel, aki képes békében és szeretetben élni. A hetedik lelki szintre az juthat föl, aki képes a feltétel nélküli együttműködésre, ezekről beszéltem, de saját csapat nélkül szintén beszéltem erről, hát nem lehet ezeket elérni. Hát nem lehet. És akkor hogy történnek ezek a dolgok? Nézzük. Vannak coachképzéseink, jelenleg 25 nagy témánk van. Ami most van, a személyiségfejlesztő coach, azt negyedik hónapja csináljuk. A többsége nem egy hónapos, a többsége a képzéseknek nem egy hónapos. Tehát ahhoz, hogy valaki olyan tudásra tegyen szert, hogy képessé váljon bekerülni az aranykorba, hát durva lesz, amit mondok, 9 évnyi tudásra van szüksége. Tehát 9. És ez még csak az aranykor. Az a helyzet, hogy addig, míg az embereket elnyomják, tehát olyan társadalmi formában élnek az emberek, ahol vannak elnyomók, addig az ember nehezen tud fejlődni. Az aranykorban nem lesznek elnyomók, ezáltal az emberek könnyebben fognak tanulni jóval. Most a legtöbb embernek az a tanulási folyamat, hogy javul, romlik, javul, romlik, javul, romlik. Nyilván ennek van egy kicsit felfelé mutató íve, de ez a hullámzás, ez megvan. Mikor kap elnyomást, akkor visszaesik. Mikor elmúlik az elnyomás, akkor megint elkezd fejlődni. Mikor megint kap egy elnyomást, megint visszaesik. És az aranykorban nem lesz elnyomás. Ezt az egészet, ami most van, ezt 1,5 millió éve indították el a fentiek. 1,5 millió éve. Nem most, de 2035-re ezt lezárják. És ha nem lesz aranykor, akkor annak nagyon-nagyon súlyos feltétele lesz, mindenkire nézve. Oké? Azt is tudom, hogy mi lenne. Jó? Erről már beszéltem többször. Tehát van, megnézed, nem véletlen a legelső képzésünk, az az etika. Körforgásban vannak a képzéseink. Jó? Tehát nem marad ki az ember semmiből, mert amiből kimaradt volna, azt a végén kapja meg. És akkor itt vannak a különböző témák, lehet, hogy ilyen gyorsan nem tudod elolvasni, nem is az a lényeg. Jó, tehát, de akkor mégiscsak felolvasom. Jó, tehát etika coach, eredményes tanulás, hogy képes legyél eredményesen tanulni.
akkor ismerd meg önmagadat, ismerd meg az emberek vérmérsékletét. Nyilván itt nem csak önmagadat ismered meg, hanem ugye azáltal másoknak a működését is. Ismerd a hangulatok emberre hatását, ismerd, ebben vagyunk most a személyiségfejlesztő coachban, képes legyél a saját személyiségedet és mások személyiségét megismerni. Képes legyél az elnyomást feloldani, képes legyél kezelni az elnyomást, önbizalmat képes legyél létrehozni, és tudjatok, ebben nyilván minden tudjál segíteni embereknek. Ismerjed a szeretetnek a működését, képes legyél létrehozni, párkapcsolat is nagyon fontos az ember életében, gyermekét jól tudja valaki nevelni, képes legyen egészségesen élni, boldogságot képes legyen létrehozni, célt képes legyen megvalósítani, kommunikálni képes legyen az emberekkel úgy, hogy az mindenki számára jó legyen, emberi bánásmód, tehát hogy képes legyél jól bánni az emberekkel, hatékonyság, képes legyél hatékony lenni, képes legyél növekedni, nyilván nem testileg így vagy így gondoljuk, hanem a növekedés az azt jelenti, hogy az eredmények javuljanak. A növekedés coach azt jelenti, hogy egyre bármely területen eredményesebb tudjál lenni. Leszoktató coach, ha bármilyen olyan szenvedélye van valakinek, ami nem kéne, hogy legyen. Pénzteremtő coach, hogy képes legyél arra, hogy teremtsd az anyagiakat. Ugye ez csak egy, a legutolsó, ez csak egy átmeneti dolog, ami most arra kell. De természetesen ez az anyagteremtés, ez akkor is kell, mert a fenti létformában is szükséges lesz anyagot teremteni. Jó, és akkor nézzük tovább. Szervezetvezető, képes legyél embereket, egy szervezetet vezetni, problémákat képes legyél megoldani, sikert képes legyél teremteni, életet képes legyél megszervezni, marketing, hogy képes legyél eladni, tehát ami azt jelenti, hogy eladni a gondolataidat, vagy bármit, amit szeretnél, de az azt jelenti, hogy képes legyenek mások elfogadni azt, amit te mondasz nekik. Konfliktust képes legyél megoldani. Jó, és akik nálunk tanulnak és fejlődnek, azok képesek válnak megoldani az életüket és eljutni az aranykorba. Jó, itt ugye saját személyis fejlődéshez ez kell egy jó közösség, azonos célok, ember és életismeret, etikus élet, mindennapokban használható tudás és módszerek, meg egy nagy közösségen belüli saját csapat. És akkor nézzük. Na most van egy érdekes dolog, tehát ugye elég szomorú lenne rád nézve, ha nem engedhetnél meg mondjuk havi 9800 forintot most ugye akciósan a személyiséget fejlesztésére, mert van egy árgarancia is. Ettől eltér, ugye majd mondjátok, hogy mennyiben tér el az első hónap, és ugye fontos lenne, hogy az ember az emberek szellemi fejlődését is elősegítse. És ha megnézzük, én még nem találkoztam olyan dologgal, ami etikusabb lenne annál, mint hogy az ember segíti az emberek szellemi fejlődését és egyben a lelki fejlődését is. És ha valaki ezt mondjuk felvállalja, tehát nem csak tanul, hanem azt mondja, hogy hát én szeretnék másoknak is lehetőséget biztosítani arra, hogy ők is tanuljanak, és hát ők is fejlődjenek, mind szellemileg, mind lelkileg. Akkor lehetőség van arra, hogy valaki ajánlja másoknak a szellemi fejlődést. Tehát elkezd itt valaki tanulni, és azt látjuk, hogy elkezd rendbe jönni az élete. Miért? Mert használja a módszereket. Ráadásul, mivel elindult azon az úton, amit bevállalt, ezért segítik az angyali lények, úgy szervezik meg a dolgokat, hogy kevesebb a probléma, és egyre több jó dolog történik az illetővel az életében. És ez azt jelenti, hogy van lehetősége az embernek arra, hogy másoknak
is ajánlja az itt tanulást, mert nem a tudás a kérdés, hanem az a kérdés, hogy lesz-e aranykor vagy sem, ez a kérdés, mert ahhoz létszám kell, hogy legyen aranykor, tehát ami azt jelenti, hogy az emberiségnek kellene bemenni az aranykorba, nem néhány embernek vagy pár ezernek vagy pár tízezernek, hanem a föld történetében nem volt még olyan, hogy az emberek tömegesen juthatnának föl egy magasabb létformába, ezt emlékezzetek vissza, hogy csinálták régen, elvonultak zárdákba, meg kolostorokba, meg össze-vissza, meg remetévé váltak, és ott próbáltak szellemi fejlődésen átmenni, és lelki fejlődésen átmenni, hogy visszakerülhessenek a fenti létformába. Tehát ilyen még nem volt, hogy tömegesen lehessen segíteni az embereknek abban, hogy följussanak az aranykorba, mint átmeneti korba, és utána a felső létformába. Na most, ha nincs szervezés, akkor nincs hát bejutás az aranykorba. Tehát itt, aki itt tanul, azt mind valaki szervezte. Mindet. Tőlem indulva. Én voltam az első, aki szervezett, azóta is szervezek, de gyakorlatilag itt mindenkit valaki szervezett. Mindenkit, kivétel nélkül. Nem ennyien vagyunk, mint amennyien itt ülünk, ott is ülnek egy csomóan itt a képernyő előtt, de egyébként a világ legtávolabbi emberlakta településein is már lehet, hogy van éppen, aki élőbe hallgat. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy sokan tanulunk. Sokan tanulunk. Nem az első részben, az első rész az csak egy információ átadás. A második részben tanulunk. És lényeg az, hogy mindenki, kit valaki szervezett. És mindenkinek lehetősége van, aki itt tanul, de csak azoknak, akik itt tanulnak, hogy szervezzenek embereket. Tehát ha szeretnéd vinni magaddal az embereket az aranykorba, mi lesz, ha nem jutnak be az aranykorba? Ahogy az életet a fentiek adják, úgy ők is veszik el. Maradjunk ennyibe. Jó? És ugye a szervezői piac legmagasabb jutalékaként szervezheted az embereket. Ami azt jelenti, hogy a tandíjból visszajuttatott összeg, amit a szervezőknek visszajut, az most maximum 75%. De az minimum 32%-tól indul, meg indult. Az azt jelenti, hogy ha szervezel egy embert, gyakorlatilag 32% a jutalékod. Mondjuk ha három tanulód van, akkor onnantól kezdve nem kell tandíjat fizetni. Mert az ő jutalékuk, illetve az ő szervezésükből származó jutalékod, az fedezi a tandíjadat. És ameddig ők tanulnak, azután van jutalékod. És a csoportodban lévők tandíjából is visszajuttat a rendszer számodra, a teljesítményedtől függetlenül, vagy függően 4%-tól 43%-ig. Tehát ha megnézed, a 75 meg a 43 az több, mint 100%, de mégse. Jó, tehát az azt jelenti, hogy ha ez több, akkor ez adott esetben kevesebb. Jó? Nézzük tovább. A PPA vezetők segítségével viszont gyorsan képessé válik valaki 6-7 vagy akár 8 számjegyű havi passzív jövedelmet keresni. Mit jelent a passzív jövedelem? Az azt jelenti, hogy egyszer dolgoztál érte, és utána már nem kell. És a jutalékot természetesen a jogszabályoknak megfelelően tudod felhasználni. Például rendezvényekre, vagy felveheted természetesen a törvényeknek megfelelően. Tehát nézzük ezt a plusz jövedelem kérdést. Például, hát ezzel lépjünk túl.
ne lépjünk túl, mondjuk a 24 hónap alatt 24 főt hozol, ami nem sok, havi egy fő, akkor az összjutalék, amit kettő év alatt kapsz utánuk, kettő év alatt, az 1.900.000 forint. Oké? Tehát ez két év. De ugye nem két éves képzés, van, aki 25 éve itt tanul. Csak úgy mondanám. Ha 24 fő mondjuk hoz 50 főt, akkor lesz plusz 700.000 forint csoportjutalékod, de magasabb összességében, tehát a jutalékod az 2.600.000 forint. És akkor nézzünk mondjuk további lehetőséget. Mondjuk ha nem 24-et hozna egy év alatt, hanem mondjuk 96-ot. Tehát mondjuk háromszor annyit. Akkor ez azt jelenti, hogy a két év jutaléka az 9 millió forint, és plusz 10 millió forint a csoport után, mert a nagyszámok törvény alapján fognak hozni embereket. Tehát az összesen 19 millió forint. Ez azt jelenti, hogy mondjuk négyszeres teljesítményednek 8-szoros a jutaléka. És akkor nézzünk például egy olyan példát, ami mondjuk két havonta duplázódást. Hát ez úgy működik, akinek tetszik valami, az szívesen ajánlja másoknak is, főleg ha van rá módszere. 24 hónapos terv, jó, a következő, és havi 30-60 órás rendszeres személyes internetes, tehát személyes és internetes szervezéssel tudnátok hozni legalább egy főt havonta. Tehát bárki, aki mondjuk 30-60 órát rászán a szervezésre, az minimum tud hozni egy főt egy hónapban. Két második hónap végére vagytok öten, az hármas képviselői szint, 200 pont felett, pontok alapján van mérve a teljesítmény, az 24.000 forint. A negyedik hónap végére mondjuk lettetek 13-as képviselői szint, de ezt úgy vegyed, hogy havonta ennyi, a következő hónapban is. Hát nem ennyi, hanem a kettő közt lévő összeg. Jó, ez a második hónapnak a jutaléka, tehát az első hónapnak is van jutaléka. Jó, és ez a negyedik hónapnak a jutaléka. Az azt jelenti, hogy 28.000 forint, 500 pont, 3-as szint, 10 lettetek, nézzük tovább. 6. hónapban, természetesen az 5. hónapnak is volt a kettő közti jutaléka, 28 és 38 között. A 6. hónapban 20 lettetek, 4-es menedzseri szint, 1100 pont, 38.000 forint. 8. hónapban 40-en lettetek, 4-es menedzseri szint, 2300 pont felett, és 56.000 forint a jutalék. Tehát megnézed, ezek nem helyettesítik a fizetésedet, ezt kiegészítik. A 10. hónapban 80-on lettetek, 5-ös menedzseri szint, 4700 pont felett, 96.000 forint jutalék. 12. hónapban 160-on lettetek, 6-os vezetői szint, 9500 pont felett, 240.000 forint. Na, ez már úgy kezd alakulni, ha jobban megnézed. 14. hónapban, persze mondom, minden hónap közt is a kettő közti összeg ott van. A 14. hónapban 320-an lettetek, 7-es vezetői szint, 19.100 pont felett, és 576.000 forint. Na, innentől már lehet gondolkodni abban, hogy főállás. Tehát főtevékenység, mert ez nem egy állás, ez egy szabad üzlet. Tehát szabad üzleti tevékenység. 16. hónapban 640-en, 8-as vezetői szint, 38.300 pont, 1.344.000 forintos jutalék. És ha megnézed, itt azért már kemény növekedések vannak. 18. hónap végére 1280-an lettetek, 9-es igazgatói szint, és 76.700 pont felett 3 millió forint.
20. hónap végére 2560-an lettetek, 10-es igazgatói szint, 153.500 pont felett és 6.912.000 forintos jutalék. 22. hónapban 5120 lettetek és 15 millió forintos havi jutalék. 24. hónapban 10240-en lettetek és 33.792.000 forintos havi jutalék. Ez csak példa, amit el lehet érni, és nem egy havi duplázódás, hanem ez egy két havi, tehát két havonta duplázódás. Hát ez azt jelenti, hogy az emberek nem egy hónap alatt hozzák a két embert átlagosan, hanem két hónap alatt hozzák, vagy nem egy hónap alatt hoznak egy embert, hanem két hónap alatt hoznak egy embert. Oké? Így van, így van. Így van. Tehát nem 12-t hoz egy évben, hanem mindössze 6-ot hoz egy évben. Jó, és ez egy lehetőség. Na most itt nem úgy történik a reklámozás, hogy tévében, nem úgy történik a reklámozás, hogy bármilyen formában, hanem maguk a tanulók a reklámozók. És ez lehet szóban, lehet interneten, erre megvannak a módszerek, a szóban is, meg az interneten is, hogy hogy kellene csinálni, és azoknak vannak kifizetve a reklámköltségek, akik a szervezésben részt vesznek. Akik nem vesznek részt a szervezésben, azok nem kapnak ebből a reklámköltségekből. Tehát itt minden ember, az valaki szervezte, ami azt jelenti, hogy valaki fölvesz utána jutalékot, érted? Tehát ez így lett kitalálva azért, mert hogy mindenki, aki ugye úgy gondolja, hogy hozzá akar tenni a szervezéshez, hogy legyen saját csapata, mert ugye kell a saját csapata lelki fejlődéshez, ha nincs lelki fejlődés, és még sajnos olyan világban élünk, ahol igencsak motiválják az embert az érdekek. És azáltal, hogy mit tudom én, kapsz pénzt a szervezésért, hát ha nagyobb elánnal szervezel embereket, érted? Mert még sajnos ez van. És mert ezt ugye tapasztalhatod az embereknél, hogy a pénz az elég fontos szerepet játszik az emberek életében. És onnantól kezdve ugye a reklámköltségeket tanulók kapják meg, akik szerveznek, és így nagyobb motivációjuk van avval kapcsolatban, hogy legyen saját csapatuk, mert saját csapat nélkül nem fognak feljutni az aranykorba. Érted? És nem úgy mondjuk, hogy szervez csapatot, hogy ennek nincs jutalma. Érted? Tehát ha szervezel embereket, akkor mi elismerésként pénzt és elismerést adunk. Oké? Meghatározott rendben. Tehát nem ilyen, mit tudom én, kitaláljuk, hogy neked mennyit adjál, hanem ennek van egy kidolgozott rendje, rendszere, hogy tudja az ember megkapni. Éppen most volt ugye elszámolás, múlt havi elszámolás, és ugye éppen a szervezők most látják, hogy ugye mennyi a jutalékok. Jó? Tehát lényeg az, hogy nyilvánvaló, hogy kezdetben a kisebb jutalékokat azt ugye le tudod tanulni, hát nyilván egy idő után már hát az ember létrehoz olyan vállalkozási formát, amivel hozzá tud férni a jövedelemhez. Jó? És én mindenkinek azt kívánom, hogy minél többet adózzatok, jó? Minél többet adózzol, nyilván neked annál jobb lesz. Oké? Jó? Tehát lényeg az, hogy ennyi fér bele a mai első részben, visszaadom a szót a házigazdáinknak, akik még kiegészítenek egy-két dologgal. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!
Köszönjük szépen Szedlacsik Miklós mesterkócsnak ezt az elbűvülő előadást. Ugye megint csak lehetünk bilincselve itt élőben. Azért meg azt hozzátenném, hogy ugye mindig Skype-on be vagyunk kapcsolva, de élőben itt lenni mindig teljesen más. Ez csak ez jobban beleéli magát az ember. Ez is jövünk minél többet. Eddig mit adott nekem a Nyílt Akadémia? Hát ami nagyon fontos, hogy az emberek számára keveset beszélnek önmagukról, sokkal jobban és részletesebben megtanulhattam, hogy én hogy működök, és ebben milyen buktatók vannak beépítve. És bizony, amikor az ember itt tanul a PPH-nál, és az évek során hallja a tanításokat, és egy-egy mondat betalál, bizony segre ül, nem is egyszer, és még olyankor is, amikor már nem számít rá. Tehát egyszerűen lezsibbad az agya, hogy hát igen, én így működök. Persze ez kell az, hogy az egója egy kicsit hátrébb legyen téve, és egy felismerés szülessen belőle, és elkezdjen máshogy működni önmaga. Hát ezek óriási dolgok, ez az, ami csapat nélkül nem működik szerintem. Ezek a felismerés, ezek a szintű felismerések nem jönnek csapatszervezés nélkül. Ugye ez a csúnya, száraz szó, üzleties kifejezések, hú, de borzasztó. Hát én elmondom nektek, hogy ez az, ami a legtöbbet adja ezen a spirituális úton a szervezés, az adhatja a legtöbbet. Hogy is mondjam tovább? Légy szíves, mondjál valamit te is. Jó. Miközben hallgattam itt az előadást, nekem annak idején, amikor legelőször meghallottam a képzést, hallgattam, akkor azt mondtam, hogy Miklóst, hogy hallgattam, hogy ezek, miket mond, ez mind csodálatos dolog. De ezt el lehet érteni. Először olyannak tűnt, hogy ez szinte elérhetetlen. Mi már most 7. éve vagy itt tanulunk, és azt tudom mondani, hogy ez nem elérhetetlen. Dolgoznunk kell. Tehát, mint ahogy a párom is elmondta, hogy vannak bennünk tényleg olyan programok, amit már éveken át működtetünk, és ezt, hogy átírjuk, átalakítsuk, idő kell hozzá, ez biztos, de itt megkapjuk azokat a módszereket, mint ahogy a elején is említettem, amivel valóban el tudjuk azt a csodálatos életet élni, amiről beszélt most is itt Miklós nekünk. És amikor idejöttem, akkor bennem sem merült az föl, hogy beszélt Miklós a szervezésről. Mert igazából a rendszert nem láttam át teljes mértékben, hogy itt hogy van összerakva. Nekem nagyon szimpatikus volt, és megnyerő a Miklós. Nekem a tapasztalatom az, hogy például itt azért is gyorsult fel, tehát nekünk ez a 7 év alatt egy olyan életminőséget kaptunk, amivel tényleg azt tudom mondani, hogy ebben a mai világban, Miklós is meg szokta kérdezni az elején, hogy milyen ez a világunk. Én azt tudom mondani, hogy ez a világ, ez egy nagyon jó világ, mivel hogy megértjük a életünk működését, megértjük, hogy hogy működik a világ, vagy például most is, hogy tanuljuk a számisztikát, elmegyek egy hivatalos helyre, ezt például a héten is tapasztaltam meg, a múlt héten is, mert most olyan életszakaszunk van, szakaszban vagyunk, amivel most elég sok hivatalos dolgot kell elintéznünk, ott van egy ügyintéző velem szembe, és általában mindenhol már most ki van írva a neve. Tudjátok, mit csináltam? Gyorsan megnéztem a nevét, számisztika. És amikor megtudjátok, kijönnek ott a számok értékei, és mindjárt teljesen másképp tudod azt az embert kezelni. És teljesen másképp tudod így a élethelyzeteidet elintézni, kezelni. Tehát, és ezek nem nagy dolgok. Tehát nem kell itt nagy dolgokra gondolni. És pont ez a jó benne, nekem ez is megtetszett, hogy nekünk olyan egyszerű lett azóta az életünk, nem bonyolódik. Tehát nagyon egyszerű. És talán lehet, hogy először mindenkinek, amikor meghallja ezt, akkor azt gondolja, hogy tehát ez egy tényleg csodálatos, de hogy? Higgyétek el, hogy meg lehet valósítani. A másik pedig, én azt gondolom, hogy azért is lehet megvalósítani, mert itt megvan a rendszeresség. Tehát itt nekünk szerdán, vasárnap képzés van, és egyszerűen ez kell az, hogy az életedben mindig foglalkozz ezekkel a dolgokkal. És egyszerűen nem tudunk úgymond a
világban való elnyomás, ami van most, nem tudunk úgymond kibillenni, mert mivel hogy képzések vannak, kapjuk a tanítást, kapjuk az információkat, és ez van a gondolatainkban, hogy nekem ezt kell tenni. Mármint azért teszem, hogy jobb legyen az én életem is, meg én azért szervezek, mert mivel az én életem is jobb lett, akkor miért ne legyen másnak is jobb? Szervezés folyamán is vannak néha beszélgetések alatt, hogy ő nem akarja elkezdeni. És akkor megkérdezem, hogy de mi az akadálya? Miért gondolod így? Hisz beszélgettünk, hisz őt is érdekli a spirituális dolgok. Eljutott már a beszélgetés alatt, eljutottunk arra, hogy tényleg van neki egy, ő is egy tehetsége, akkor miért nem próbálod tényleg egy olyan közösségbe jönni, ahol ki tudsz teljesedni. És higgyetek, én azt is megtapasztaltam, amit Miklós itt mondott, hogy amikor van egy közösség, és van egy célja, mármint nekünk a célunk az aranykor elérése, az nagyon összetartja a közösséget. Tehát én teljes mértékben ezt látom itt a szervezeten belül is, hogy egyszerűen olyan összetartás van, hogy tényleg én nem tapasztaltam máshol. Pedig nagyon sok fele voltunk, de egyszerűen megvan a cél, a közös cél, és teszi mindenki a dolgát. Már csak azért is, mert aki itt szervez, meg aki itt tanul, valóban szerintem mindannyian azért kezdünk el szervezni, mert megtapasztaljuk azt, hogy tényleg mit kapunk, akkor ezt kötelességemnek érzem, hogy adjam tovább az embereknek. És a másik pedig az, beszélt Miklós is, hogy ja igen, néha szervezésnél van az is, hogy hát hogy miért kell érte fizetni. Kérdezem én, hogy hol nem kell fizetni a képzésekért? Nem mondja nekem senki, hogy nem kell fizetni. És mit becsültél meg, ami ingyen volt? És így van, így van. Akár egy gyereket, ha egyetemre, vagy akárhova kell menni, hát olyan pénzeket kell kifizetni, hogy hűha. És attól nem biztos, hogy az élete elvégez valamint, attól az élete boldog. Hát induljunk ki magunkból, hogy már semmi olyanból nem élünk, már több tíz éve, amit tanultunk iskolába. Közünk nincs hozzá. Ez így van. Semmi. Egyébként, ha már itt pénzről beszélünk, ugye hiányzik még az adat, első hónap 19.700 forintba kerül, és utána a többi hónap 9.800 árgaranciával a harmadik év végéig. Így van. Jó. És akkor, ha te most nézel minket először, hogy már régebb óta nézel rendszeresen, és most kedvet kaptál, illetve ösztönzés, hogy csatlakozz hozzánk, nincs más dolgot, keresel a Facebookon egy szimpatikus PPA szervezőt, és megkérd, hogy segítsen neked a továbbiakban. És segíteni fog mindenből, hogy simán befizessél, be tudjál lépni a weboldalra, ott tanulóvá váljál, a kérdéseidre, amik keletkeznek az előadások során, kapjál választ. Ha ő nem tudja, akkor megkérdezi a fölötte lévő embertől, aki már tudja. Egész addig megyünk, míg valaki meg nem mondja a helyes választ. Tehát ez a rendszer így is hibátlanul működik. Mindenkinek szép estét kívánok a továbbiakban. Hogyha le van lehetőséged, akkor vegyél részt a második részen is. A szünet után személyiségfejlesztő 4 coach képzésünk lesz. Ha lehetőséged van, akkor várunk szeretettel, de ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és akkor elköszönünk tőled. Most pedig 25 perc szünet következik, 45-ig. Köszönöm szépen! Köszönjük!